Elektrotechnikai laborral bővült a Csány László Technikum. Az informatikai és távközlési képzéshez nélkülözhetetlen fejlesztés a Flex International Kft. Közreműködésével készült. Emberek, 23-szor gyorsabb programot írtunk. Az gondoljunk bele már egy kétszeres sebességnövelés, gondoljunk bele egy programban, hogy dolgoznak. A kétszeres sebességnövelés az már ilyen nagy durranás. Élményalapú és modern szaktudás biztosít az a tanulási környezet, ami a Csányban létrejött. A cég és az intézmény együttműködésének köszönhetően ezzel megteremtették a megújult technikus képzéshez szükséges tárgyi feltételeket. Amikor ezt elvállaltuk 3 évvel ezelőtt, akkor még nem volt semmi lehetőségünk arra, hogy vegy egyáltalán nem tudtuk, hogy hogyan fogjuk ezt oktatni. Aztán sikerült partnereket találnunk ahhoz, hogy kialakítsuk ezt az elektronikai labort, ami a régióban is, meg a városban is egyedülálló ez a labor, hogy a gyerekek itt szimulált vállalati közegben tudnak olyan innovatív dolgokat tanulni, amit máshol nem tudnának. Úgyhogy mi ezzel azt nyertük, hogy a gyerekeknek nem kell céghez elmenni, hanem itt az iskolában órarendszerinti óra keretében gyakorlatilag bármikor használhatják az eszközöket. Az avató ünnepségen Bajor László, a Flex HR igazgatója elmondta, a vállalat elkötelezett, hogy segítse a szakképzést és karrier lehetőséget kínáljon a diákoknak. A beruházás 15 millió forintba került. Nagy öröm volt számunkra, hogy egy olyan multinacionális cég, mint a Flex ehhez hozzájárult, de jelentős részben támogatta, és hát szeretnénk, hogyha az Alegelszegen, illetve a vonzás körzetében lévő cégek, ipari szereplők minél nagyobb támogatást nyújtanának a szakember képzéshez, hiszen azok a tanulók, akik ezekben az intézményekben, az Alegelszegi Szakképzési Centrum technikumaiban végeznek, tulajdonképpen ebben a piaci környezetben fognak majd elhelyezkedni, magyarán szóval az a munkaerőhiány, ami jelenleg még felelhető, ez ezzel orvosolható lenne. Az Alaegerszegi Szakképzési Centrum célja, hogy a képzés infrastruktúrája folyamatosan fejlődjön, ehhez elengedhetetlenek az ilyen együttműködések.